A Viva Natura televízió nézői azzal segíthetik működésünket, ha a Viva Natura webáruházból vásárolnak egészségük fenntartásához. www.vivanatura.hu, ahol az egészségpolcairól válogathat. Nagy-nagy szeretettel köszöntjük a kedves nézőket, VNTV-t, Viva Natura televíziót láthatnak, ezen belül is az ezoterefere társadalmunkat. Nagy Szilvia ismételten a vendégem. Szia, Szilvi! Szia! És a Téta térben fogunk itt tartózkodni. Aki még sosem nézett ezzel kapcsolatosan adást nálunk, azért tudjátok, hogy Nagy Szilvi hozta el hozzánk a Téta Healing nevezető módszert, és direkt nem címkéztem meg egy semmiféle szóval, hogy gyógyítás, vagy micsoda, ennél sokkal több. Először is azt szeretném majd Szilvivel tisztázni, hogy mit jelent az, hogyha tétában vagy tétatérben tartózkodunk, és ennek kapcsán szerinted mennyire érezhető ebbe a stúdióba a tétatér, és ott mik történnek, mik zajlanak ezzel kapcsolatosan? A tétatér, ha innen nézzük, akkor feltétel nélkül szeretetterét jelenti, és téta agyhullámban egy vizualizáció segítségével képesek vagyunk becsatlakozni a mindent átfogó térbe, bárhogy nevezhetjük. Ugye nagyon sokszor nevezik végtelen intelligenciának, forrásenergiának, teremtés erejének, és az az a tér, ahol a csodák történnek, a tiszta szándékunk erejével, a gondolatoknak az erejével, a fókuszált figyelmünk segítségével megzabolázzuk, mondjuk ugye a gondolatainkat, mozgásban lendítjük ezt a teret, gyakorlatilag, és maga a csoda az, ami megtörténik, és a csodát itt nevezzük cselekvő szeretetnek, és attól cselekvő szeretet, hogy a fókuszunk, a koncentrációnk és a megzabolázott gondolatok ugye abba az irányba terelik ezt a teret, ezt az energiát, amit szeretnénk látni, megvalósulni az életünkben. Volt egy félszavat, hogy ezzel ártani nem lehet egyébként? Tehát nem lehet gonoszkodásra használni? Tehát a Theta Healinget? Tehát nem lehet, ugye tudod, a buddhizásról biztos hallottál már, hogy igen, szurkáljuk a fantom testét annak, akinek ártani akarunk. A tétával ugye maga a tiszta szeretettel ugye ártani nem lehet. Hogy kell ezt elképzelni téta szempontból? A Theta Healinget Vajana Steibel, aki megalapította, tehát a Theta Healing szerint a világ 7 síkra van osztva, trilliónyi dimenziókról beszélünk most, itt a síkok, azok nagyon sok dimenziót tartalmaznak, és a minden egyes síkhoz megvan a saját törvény, olyan rendszer, ami csak a síkokra jellemző, és minden egyes síknak megvannak a gyógyítói, tehát vannak különböző gyógyítók a világban, ha már itt a voodoo-t említetted, számos gyógyító foglalkozik különféle technikákkal, illetve a gyógyítókat is különbözőképpen nevezhetjük sámánoknak, mágusoknak, varázslóknak, alkimistáknak, misztikusoknak, és tulajdonképpen ezek a síkok, amiről beszélünk, gyakorlatilag az energiasűrűségét jellemzik, vagy jelölik, mondjuk úgy, hogy a legsűrűbb rezgés az egyes sík, ahol az élettelennek nyilvánított anyagok vannak, és azok a gyógyítók tulajdonképpen, akik ezt a síkot használják, őket nevezzük alkimistáknak, ugye szellemi szinten vagy síkon ugye a belső transformációt jelenti, egyébként pedig mondhatnánk így az anyagi materiális világban az, hogy a fémből aranyat fémből aranyjá változtatják ugye az anyagot, és tulajdonképpen, hogyha most a voodoo, illetve a rossz akarat, ami szóba került, akkor Vajana azt mondja, hogy az ötös sík az, ami a dualitás végső valósága, az a mágusok tere, tulajdonképpen a mágusok terepe, és ott van az, ahol a rossz harcol a gonoszal, a dualitás végső valóságában tulajdonképpen ott van az ördögi, pokoli, luciferi energetika, és a másik oldalon a jézusi, illetve a tudatos mesterek, felemelkedett mesterek energiája, itt van az az örök csata a poláris világunkban, ami még az ego jellemez. Itt még az alsóbb oktávokban jelen van az ego, a magasabb oktávokban az ötösikon már nincsen jelen egyébként, és
minden, ami nem a legtisztább szándékból érkezik, az ugye az egy limitált, mondjuk úgy, hogy hitrendszerek sokaságával bír, és a rossz akarat, vagy a, mondjuk úgy, hogy a kevésbé tiszta szándék, nem feltétlenül rossz akarat, mert mindenki a direkt rossz akaratból tesz dolgokat, de mondjuk úgy, hogy úgy próbálok fogalmazni, hogy az egyszerű is legyen, érthető is, hogy tehát nem vagyunk tisztában vele nagyon sokszor, hogy milyen energiákban nyúlunk bele, vagy miket használunk. Tehát és önkéntelenül árthatunk, tehát igen, szándékosan nem. De önkéntelenül a hétköznapi világban árthatunk, most úgy értem, nem a Theta Healing-el, vagy hát nem a feltétel nélkül szeretet terében, ott csak a szeretet van. Ott már nem vonatkozik törvény, az a van, vanás tere, hogyha így viccesen mondhatnám. És a feltétel nélkül szeretet terében nem tudunk ártani. Azt tudjuk mondjuk létrehozni, hogy azt gondoljuk, hogy a hetes síkon vagyunk, vagyis a feltétel nélkül szeretett terében, de nem vagyunk még ott. Tehát, hogyha nincsenek kitakarítva a szűrőink, mondjuk a gondolat és az érzelmi minták, nincsenek megtisztítva, és még nem vagyunk képesek arra, hogy elérjük azt a teret, amit lehet, mondom, kvantumtérnek, vagy Istennek is nevezni, kinek a belátása szerint. Hogyha nem tudunk ebben a térben dolgozni, akkor úgymond félrecsúszik a szándék, vagy mondjuk egy vékony vonal az, ami a tiszta szándékot megkülönbözteti a kicsit kevésbé tiszta szándéktól. Tehát nagyon sokat lehet ezen dolgozni, és az egyik oldala a gyakorlás, a belső munka, az, ami ehhez hozzásegít, a másik pedig a szerető szív. Ugye, hogyha szívből csinálok valamit, és megengedem, hogy a világ úgy működjön, ez az élni és élni hagyni, elv alapján, tehát, hogy én rendben vagyok, és másnak is úgymond megengedem, hogy ő hogy élje az életét úgy, ahogy ő szeretné, az ő hitrendszerei szerint, akkor nem nagyon tudok mellé nyúlni, viszont, hogyha a rossz indulat, vagy rossz akaratot gondolod, akkor azt megbeszélhetjük, hogy a pszichikai támadások, amiket úgy tudom jellemezni, hogy mondjuk mi ketten elkezdenénk veszekedni, de mondjuk elég erőteljesen dobálóznánk szavakkal, akkor mondjuk, és ezt hozzá, mondjuk ehhez hozzápárosítunk dühöt, vagy ugye, mondjuk egy temperamentumosabb vitába belekeveredünk, mint hogyha a szavainkkal és a gondolatainkkal egy kis dásznyilakat dobálnánk egymásba, tehát ez már maga pszichikai támadás. Tehát lehetne azt mondani, hogy vudúzással, nem tudom, én átszurkálom a fényképedet a rossz indulatból, vagy simán egyszerűen mérges vagyok rád, és melegebb éghajlatokra kívánlak, és akár szemtől szembe vagyunk, akár mondjuk 20 kilométerrel arrébb, de maga a gondolati energiám, vagy a kimondott szavaim képesek pszichikai támadásokat okozni. Tehát a Theta Healing-el becsatlakozunk a végtelen térbe, és meg elrendeljük azt, hogy ezek a kis gondolatminták mondjuk szétkapcsolódjanak tőlünk. Tehát igazából a feltétel nélkül szeretett terét nem lehet másra használni, mint feltétel nélkül szeretetből, feltétel nélkül szeretettel tanúsítani a folyamatot, amit szeretnénk látni a világunkban, mert ugye mi nem gyógyítók vagyunk, hanem tanúja vagyunk a változásnak. Elmondom, milyen gondolatok jöttek bennem, amikor mondtad. Az első az, amikor alkimiáról beszéltél, akkor természetesen egy belső alkimiáról beszélünk, hogy a bennünk lévő vasat arannyá változtassuk, tehát ez az alkimia lényege. A másik az, hogy ez a jó és a rossz, a gonosz, a dualitás, az ugyanúgy a belső jellemzőnk, ahogy a jó, ugye a rossz ugyanúgy minden pillanatban megvan bennünk. A harmadik gondolatom, hogyha állandóan a tétatérbe tudsz tartózkodni, tehát hogyha eléred azt magadnak, hogy a feltételenkül szeretett állapotában tudsz élni, létezni, akkor evidencia, hogy már nem is akarsz gonoszkodni és tüskéket dobálni senki másnak, tehát idáig az összefoglalás és a kérdés. A feltételenkül szeretett energia, amikor ott ültem nálad az első kis kurzuson, meg amikor úgy igazából a szűrén ki vannak tisztítva, hogy te fogalmaztál, akkor ez egy gyönyörű széles folyamként ömlik át, és az egész testemet átöleli. Amikor a szűrőim viszont be vannak koszolódva, teljesen nem, miről beszélek, stressz, mentális támadás, stb., akkor is ugyanamikor csatlakozok a térhez, csak egy szűk keresztmetszet tud átjönni a testembe. Hogy kell ezt értelmezni, és hogy lehet ezt mindig elérni, hogy a teljes spektrum tudjon a tétatérből hatni? Igen. Jó, a kérdés nagyon-nagyon. Én azt tanultam a tanáromtól, hogy
gyakorlatilag évekig dolgozott azon, hogy 24/7-ben a feltétel nélküli szeretet terében tudjon lenni tétában. Most tétában vagyunk, ugye abban a térben, ahol a tudatos tudattal hozzáférünk a tudatalatti mintákhoz, és azokat éberen így, ahogy beszélek, el tudjuk cserélni. Hogy eközben én mit csinálok, mosogatok, beszélgetek, vagy... Tehát felállítjuk itt a tétateret a stúdióba például, és most ebbe a szeretet térbe beszélgetünk. Természetesen, igen, igen. Mm. És úgy tudunk cserélgetni hitrendszert, hogy most beszélek. Tehát választható az, hogy lefekszünk, és becsukjuk a szemünket, gyertyafény, meg minden meditációval, de nem kell. Tehát az egy választható opció annak, aki ezt szereti. Az én olvasatomban ez egy szemléletformás, tehát amennyire tudok gondolni bármilyen limitálót, ugyanazzal lendületek ki tudom ezt cserélni, miközben most veled beszélgetek, nyilván ez gyakorlás kell. Tehát ott tartottam, hogy azt tanultam a Márktól, hogy 24/7-ben a feltétel nélküli szeretet terében van, ugyanakkor nyilván minden helyzet az életünkben hoz valami kihívást. A hetet már elmondtuk, hogy hetedisége, 24-et még nem mondtuk ezt. Ja, igen, hát az, hogy a 24 órából egy hét alatt, a 24 órából gyakorlatilag a lehető legtöbbet a feltétel nélküli szeretet terében legyen. Úgy értem. Leszámítva a deltában alszunk, tehát amikor alszunk, hogy akkor az a delta agyhullám a domináns az életünkben. Tehát a téta agyhullám most ebből a szempontból azt jelenti, hogy a lehető legtöbb időt a szeretet terébe töltse. És azt akartam mondani, hogy minden nap tartogathat kihívásokat, mondjuk egy csúcsforgalomban beragadás, vagy a, nem tudom én, valakinek a kollega, a főnöke felidegesíti, vagy a gázszámlás, igen. Tehát tartogat kihívást, ahol mondjuk elveszítjük az egyensúlyunkat, vagy vannak olyan pillanatok, amikor vissza tudunk jönni az egyensúlyba, ki hogy éli meg a hétköznapjait, de a mi szemszögünkből, ahogy én látom a Theta Healinget, és ahogy én tanultam, jó, az azt jelenti, hogy a lehető legtöbb önmunkát és a lehető legtöbb szemléletváltást meg tudjam tenni a saját életemben ahhoz, hogy megengedjem magamnak, hogy én vagyok az a szeretet energia, amiben becsatlakozok. Tehát mi magunk válunk a szeretetté. Gyakorlatilag jön egy limitáló gondolat, hozzá csatlakozik egy stresszes érzés. Akkor gyakorlatilag be tudom azonosítani, becsatlakozok ebbe a végtelen térbe, mint egy konnektorba, és elengedem. Tehát azzal a lendülettel, ahogy én rosszat tudok gondolni valakiről, vagy valamiről, vagy magamról, ugyanaz a lendülettel vissza tudom küldeni a fénybe, és lehívom onnan azt, ahogy szeretnék érezni, mondjuk egy legmagasabb verzióját egy szeretet energiának, vagy szeretet érzésnek. Tehát pillanatok alatt ki tudok cserélni dolgokat, gondolatokat, érzéseket. A szemléletemet formálom az élet minden területén. Kérdeznék, hogyha benne vagy ebbe a 24/7, ugye, tehát minél több időt, ha éppen benne vagy, akkor maga ezek a limitáló hitrendszerek, hogy te fogalmazol, nincsenek is hatással rám, mert maga ebbe az állapotba nem tud megérinteni engem, jól értelmezem ezt a dolgot, tehát igazából nem fogom utálni Jóska Pistát, Tibit, mert ebben az állapotban nincs kapaszkodási felület rajtam, illetve ha meg is érzek valahol testi szinten valamilyen limitáló hitrendszer következtében kialakult testi manifestációt, akkor ebben a folyamatos fényben, amiben tartózkodom, állandóan tudom a tisztításokat végezni. Így kell elképzelni, vagy mégis az a kérdés, hogy akkor, ha ebben az állapotban vagy, akkor jöhetnek irritációk még kívülről, hogy újabb problémákat gyűjtsél magadnak? Jöhetnek, de úgy képzelem el, vagy az én személyes tapasztalatom az, hogy mondjuk amint korábban akár hetekig tudtam rágódni, azt most már mondjuk percek alatt látom cserélni, tehát észreveszem, ott kezdődik. Tehát nem telnek el hetek ahhoz, hogy valamilyen problémát felismerjek, egy belső érzést például. És mindig fölteszed a kérdést, hogy hogy érint ez engem? Mindig, mindenre. Ez tehát, az alapkérdés, igen? Én tudok frusztrálódni, idegeskedni, meg fel tudom magam bosszantani gyorsan, és szeretem is ezt a temperamentumomat, viszont képes vagyok arra most már, hogy akár egy-két percet beazonosítsam, és mondjuk kidühöngöm magam, hogyha akarom, ha azt választom. Uh-huh. Csak most már megengedem magamnak, hogy dühöngek, régen nem, régen elfojtottam, mert a jó kislány verzió az volt, hogy nem szabad dühöngeni, vagy tudod, a spirituális tanítók nem csinálnak ilyet, de ebből kiszálltam ezekből a nagyszerű hitrendszerekből. Igen, ez egy szép hitrendszer. Egyszer leült a guru, és Szilvi beszélgetni, igaz? És akkor érdekes volt, tágra nyílt szemekkel egy órán keresztül figyeltelek, hogy ez most mi van. Engem nem érintett meg, mert szeretettel fogadtam, amit mondtál, de te megengedted magadnak, hogy azért odapakoljad a gurunak a dolgokat, és nagyon tetszett nekem. Tehát nem elszaladtam, hanem tátott szemmel
vagy szája, bocsánat. Igen, de tágra nyílt szemmel, tátott szájjal fogadtam ezt a temperamentumot. De hozzáteszem, hogy tényleg ott volt ez a jó kislány érzést, hogy nem szabad, így kell viselkedni, ilyen elvárásoknak kell megfelelni, azért be tudjuk magunkat kategorizálni. Aha. És nekem nagyon örömömre szolgál, hogy megengedem magamnak, hogy megéljem az érzéseimet. De azt akarom mondani, hogy mondjuk régen 2 hétig voltam ideges valamitől, aztán 2 napig, aztán 2 órát, most meg 2 percig mérges vagyok, tudom, hogy ez nem szolgál engem, de azt mondom, oké, most megengedem magamnak ezt az érzést, viszont 2 perc után azt mondom, oké, állj, Szilvi, elég volt, és akkor nézzünk rá, hogy érint engem, és akkor abba hagyom, hogy másra vagy más felé mutogatok, mert akire mutogatok, ugye 3 ujjal visszamutogatok magamra, tehát hol van az a pillanat, ahol én ezt elhittem a saját sztorimat, azt lecserélgetem. És hogyha emlékszel az alaptanfolyam végén, most nem vagyok benne biztos, nem minden tanfolyamon, mindig a résztvevőktől függ meg az egész tanfolyamnak az energetikájától, hogy általában az alaptanfolyam végén meg szoktuk csinálni ezt a makrót, ami rövidített útvonal másképpen, amikor mindenki választ magának egy szót, és elrendeljük azt, hogy ahányszor kimondom azt a szót, én mindig a bocicsokit használom, tehát ahányszor kimondom, hogy bocicsoki, automatikusan fenn vagyok a feltétel nélkül szeretett terében. Aki olvasta a tételink könyvet, úgy, hogy arról beszélünk, hogy volt tanfolyamon, hogy becsatlakozok a szívtérbe, lehelyezem a figyelmemet a föld középpontjára, tehát nem megyek végig, hanem odafigyelek. Teljesen más. Fölhozom az energiát, áthozom magamon, végig kihozom a koronacsakrámon, elképzelek egy buborékot, becsücsülök, vagyis behelyezem a tudatosságom egy részét, nem hagyom el a testemet, nem testen kívüli élményekről beszélünk, hanem a figyelmemmel elhagyom ugye a végtelen univerzumot át a törvényeken, és becsatlakozok abba a térbe, amit nevezhetünk mi teremtés energiának. És azáltal kimondom a bocicsokimat, mindenki a saját szavát, amit szeretne, egyből becsatlakozunk a fénybe. Na most azáltal, hogy becsatlakozok, az egy nagyon jó dolog, mert ott vagyok a feltételnek is szeretett terébe, és erre mondtam azt, hogy 24 per hét, tehát egy hétben, ha lehet, minél többet 24 órát, tehát mondom, aludni is kell. Tehát minél többet legyünk a szeretett terében. Van, aki megkérdezte tőlem, hogy mondjuk napi hány percet javaslok. Én azt kérdezem, hogy most komolyan tényleg lelimitáljuk, hogy hány percet szabad a szeretett terében lenni. Szerinted egy gyerek hány percet van a szeretett terében, vagy mondjuk egy felnőtt feltesz egy kérdést, most nem akarok cinikus lenni, de ez az, hány percet szabad szeretni? Tudod, mit teszem, és ezt nagyon pontosan tudom mindig elmondani, hogy ahova törekszik ez az egész tételing, és nagyon sok módszer azért ide törekszik, az állandó szerepet állapotába lenni, ez egy jézusi minőség. Ugye, aki folyamatosan amíg nincs kitakarítva ez a hitrendszer, igen. Amíg nincs kitakarítva. Tehát a jézusi minőség az, amikor te a feltétlenül szeretetben a másikba ugyanúgy önmagadat, az embert látod. Nekem erről azon eszembe jutott valami, és azt szeretném elmondani, hogy amikor 24/7-ben, tehát hogy a napnak minél több idejében te a feltétlenül szeretet állapotában szeretnél lenni, ez nekem nem jelent többet és kevesebbet, mint egy krisztusi állapotban létezni, amikor a feltétlenül szeretetben én úgy látom a másikat, mint magamat, mert szeretetben egyek vagyunk az Úrral, és igazából bármilyen irányzatot, mozgalmat megnézek, mindenki valahova ide törekszik. Te hogy érzékeled ezt? Azt tudnám mondani erre, hogy amíg nem limitál ez az elképzelés engem, ha én ebben hiszek, akkor az nagyszerű, és megélem ezt a nagyszerűséget. Abban az esetben, hogyha én azt gondolnám, mondjuk ez csak egy elképzelés, de azt gondolnám, hogy mondjuk Istenhez kizárólag egy út vezet, és az mondjuk a Jézusi út, akkor az összes, tehát a végtelen lehetőségek teréből eléggé egyértelműen lekorlátoztam ugye egy irányba ezt az energiát. Tehát akkor az nem a végtelen tér, hanem az egy koncepció, ami nem rossz, nem jó, hanem ha engem limitál, tehát a napi szintű életemet zavarja, befolyásolja olyan módon, ami korlátoz, akkor le tudom cserélni. Ha nem akarom lecserélni, azt is választhatom. Ha nem látok rá, de befolyásol, azt is választhatom, hogy nem veszem észre. Illetve, hogyha pedig leszeretném cserélni, akkor megtartom az összes pozitív minőségét ennek a gondolatnak, és minden mást elengedek belőle. Tehát például azt mondom, hogy én azt az utat választom, kedves István, hogy Jézuson vezet át az út Istenhez, és én ezzel boldog vagyok, és békén hagyok mindenki mást. Nem akarok senkit megtéríteni, nem akarom senkire ráerőltetni, hogy már pedig ez az egy igazság. Ha ezt megcsinálom, akkor az egy jó kis ötösíkos hitrendszer. De azt mondjuk úgy, hogy az egy jó kis a saját véleményemet rá szeretném erőltetni a szeretet nevében másra. Ez nem a végtelen tér. Azt lássuk meg, hogy ez nem a végtelen
forrás, energia. És mondok egy olyat neked, hogy egyetlen egy vallás van, csak a szeretet, és a szeretetben egyek vagyunk Istennel. Tehát ennyi. Tehát akkor gyakorlatilag nem kívülre tettem Istent megint, hanem a szeretetben egyesültünk, mert ő se beszél másról, mint a feltételenekről, szeretetről, és akkor nem vallásokról beszélünk, azok, ami korlátozó hitrendszerek, hanem amikor a tiszta forrásról beszélünk, akkor a Jézus energiát én ilyen módon értettem. Én azt gondolom, hogy ha tiszteletben tartom mindenki más véleményét, az egyik vallás szerint mondjuk Jézuson átvezet, a másik ezt meg tagadja. De nem megyek sehova, mert Jézus itt van bennem, mert bocsánat. Igen, azt mondom, hogy ha engem nem zavar, és megengedem mindenkinek, hogy azt gondolja, amit akar, és én pedig ezzel rendben vagyok, akkor kellemes életet. De ha, tehát mindenképpen kellemes életet, tehát mindenki úgy választja meg a gondolatait, érzéseit, ahogy akarja, ahogy tudja, ahogy tanulta a családból, ugye a történelmi oldalról, kulturális háttér, stb. Csak ha engem ebben a pillanatban most limitál, van választásom lecserélni. Tehát a theta healing az arról szól, hogy van ez a végtelen tér, nevezzük feltételenkül szeretetnek, bármikor választhatom, hogy becsatlakozok, de nem kötelező. És cserélgethetem a hitrendszerémet, ha akarom. De ez, hogy szerintem mindenkinek tétázni kell, nekem is voltak ilyen gondolataim, amíg el nem engedtem őket, tehát nem nekem kell megmondani, hogy mások mit csináljanak. Viszont mindenkinek joga és lehetősége van ebbe a térbe becsatlakozni, tehát szívébe belenézni, és nagyon sok ember ezt automatikusan csinálja, anélkül, hogy bármilyen technikát vagy filozófiát kelljen. Én vissza szeretném menni a temperamentumos szívéhez, amikor azt mondod, hogy mindig megkérdezed magadtól, hogy hogy érint ez engem. De idáig mindig csak arról beszéltünk, illetve csak itt beszéltünk arról, hogy ez megnézed negatív aspektusát ennek, hogy hogy érint engem. De most már tudjuk, hogy ugyanúgy meg kell nézni ennek a pozitív részét is, hogy milyen hasznot hoz ez nekem, vagy nem is tudom, hogy fogalmazok. Igen, mik az előnyök, a nyereség. Mik az előnyök ebből, hogy ott ülök a földön, és dühöngök, hogy én milyen szerencsétlen vagyok, mert itt ülök a földön. Közben ennek az az előnye van, hogy valaki odahozza nekem minden nap a kaját, és megetett, és már is ezzel igazolom magamat, a hitrendszeremet, hogy miért ülök a földön, és vagyok abban az elhagyatott állapotban. Tehát ezzel kapcsolatban csak az a kérdésem, hogy amikor az érintettséget kérdezzük önmagunktól, sokszor sokkal durvább a pozitívat megkérdezni, bevallani magamnak azt, hogy én ezt miért csinálom meg azért, hogy itt most előadom magamat a szenvedésbe közben, pontosan ebből kamatoztatok magamnak. Egy példát szeretném, hogyha erre valamit hoznál. Én mondok egy példát, jó, és akkor azt esézzük ki. Kapcsolatteremtő gyógyítás, egy kedves kollégám mesélte el, hogy jár hozzá egy nő, három alkalommal megkezeli, és tökéletes az eredmény, kiszáll a kocsiból, már tolókocsiból, és nem nagyon kell már neki talán botot se használnia, és mindig a férje tolja be a kocsin. És a negyedik alkalommal jön, megint ott van a tolókocsiba, és így bemerevedve tolatja magát, és kiderül, hogy annak idején azért betegítette meg magát, mert a férje kicsit elkoricált mindenféle hölgyekhez, és így tudta elérni csak a gondoskodást és a szeretetet, hogy a férje tologatja a tolókocsiba, és abban a pillanatban, amikor ő kiszáll a tolókocsiból, abban a pillanatban újból eljön az az érzés, hogy akkor a férje megint el fog koricálni, és inkább a betegséget és a tolókocsit válassza, mint a gyógyulást, ahol esetleg elvesztheti azt, akihez ragaszkodik. Igen. Rengeteg ilyen hitrendszer van, rengeteg ilyen önmegbetegítés. Nagyon sok nő például, miután kirepülnek a gyerekei, mert rákot növeszt magának. Mondjuk ezt tudom, hogy így durva elmondani, de hogyha hitrendszerben nézünk bele, hogy milyen érzés, mi lehet a nyeresség belőle, az, hogy összehozom mondjuk a családot újra. Ez egy nagyon erős hitrendszer. A betegség zsarolása, idézőjelben zsarolásával újból össze Igen. tudom hozni. És ugye nem szándékosan csinálja nagyon sok ember, van szándékosság is, tehát fellelhető, de most tételezzük fel, hogy nem szándékosan, hanem a tudatalatti minták egyszerűen azt mondatják, hogy akkor fontos, ha mindenki rám figyel, és hogyha ez mondjuk egy betegség árán érem el, akkor betegség árán érem el. Tehát mindaddig, amíg nem adunk egy jobb tapasztalást tudatosan, addig a tudatalatti minták 88-95%-ban irányítják az életünket. Márpedig, hogy a tudatalattiban az van, hogy betegnek kell lennem ahhoz, hogy rám figyeljenek. Gondold el egy gyereknél mondjuk, hogy mondjuk van egy jó gyerek típusú, hogy jöjjek a jó gyerekekkel, meg a rossz gyerekekkel, van egy jó gyerek típusú egyik testvér, és a csintalan mondjuk a másik, és a jó gyerekre általában ugye nem figyelnek oda, mert ő jól van, ő le van támasztva a sarokra, van és ott elolvasgat, míg a csintalan gyereknél állandóan ott van a figyelem. Na most ennek a gyereknek mondjuk, akire senki nem figyel oda, hogyha mondjuk lesz egy magas láza és nem tudom, valami komoly betegsége, hirtelen oda összpontosul a figyelem, tehát már is bekapja azt a hitrendszert, hogy betegnek kell lennem ahhoz, hogy figyeljenek rám, vagy fontossá váljak.
De amikor rájön az ember, hogy mit művel magával, és ezek a nagy dolgok, és van egy órási módszer arra, hogy téta szinten, ahol annak idején bevitte a kis rögzüléseit, ott képes kiszedegetni, egy óriási eszköz is, amit mondtál, hogy ami régen hetekig tartott neked, az 2 perc alatt kiszeded, hogyha ha semmi más nem, hanem ezt az egy dolgot megtanulja az ember az életében, sokkal nagyobb nyereségeket lehet elérni, akkor azért ez óriási állapot. Ez is nagyon, igen, ez is nagyon jó, vagy amikor megtanulja valaki, pláne aki emberekkel foglalkozik, legyen fodrász, műkörmös, masszőr, bárki, aki sok emberrel dolgozik, vagy mondjuk egy ügyfélszolgálatos, hogy megtanulja azt, hogy képes fölkapcsolódni a végtelen térbe, és szétkapcsolódni minden más gondolatformától és érzésmintától, ami nem a sajátja, és nem a feltétel nélkül szeretet, az már önmagában nagyon nagy szó, mert képzeld el, hogy hány ember viszi haza a problémáját, ugye a munkahelyéről, vagy mondjuk elmész egy fodrászhoz, hány emberrel találkozik napi szinten, és ugye ott megbeszélik nagyon sok ember panaszkodást, mondjuk úgy, hogy beszélgetés helyett panaszkodik, és gondold el annak az energiáját, ugye azt jól vetszippantjuk, addig, amíg nem tanuljuk meg kezelni, vagy pedig elengedni, vagy szétkapcsolódni, vagy lehúzni a határainkat, és egyszerűen nem fölvenni másnak a cuccát, addig energetikailag azonosulunk nagyon sok dologgal. Ha belegondolsz egy politikai, gazdasági hírbe, vagy az, hogy influenza járvány van Magyarországon, vagy mondjuk a gyerekeknél, nem tudom én, tüdőgyulladás az iskolákban, akkor hány anyuka, vagy hány gyerek automatikusan belevonódik. Szóval ezt meg tudjuk tanulni pillanatok, kb. 2 másodpercét kapcsolódni. És, na, akkor most itt az elsőjén tanítsuk már meg az anyukáknak, hogy hogy kell magukat leválasztani az influenza járványról. Minden másról ugyanígy kell. Jó. Két dolog. Nagyon szeretik, hogyha a kis példát is. Igen, de akkor úgy gondolod, hogy egy ilyen mini téta vizualizációval felkapcsolódjunk, és néhány letöltést csináljunk? Igen, mert most a teret ezt létrehoztuk, szerintem igen. Tartjuk a teret itt. És akkor nézzük meg, hogy én miért lettem influenzás, mert most jöttem ki belőle. Ásunk bele? Ásunk bele, jó. Jó, akkor milyen érzés? Akkor átkapcsolhatok? Igen, létre. Az azt jelenti, annak, aki nem tudja, hogy mit csinálunk, hogy bekapcsolok ebbe a végtelen térbe, ez azt jelenti, hogy már lekapcsoltam, fölkapcsolódtam, vagy bedugtam magam ebbe a kis végtelen konnektorba, a bocicsokival, igen. És megkérem a teremtés energiáját, vagy ahogy akarod nevezzük, hogy hozzád kapcsolódhatok. És gyakorlatilag egy vizualizációban körülbelül a koronacsakrát fölé érkezem, és ugye lepásztázom az energiameződet, de most nem ez a kérdés, hanem most az a kérdés, hogy belenézzünk. Tehát megmondanád, hogy milyen érzés ez az influenza dolog. Jó válaszol. Igazából egy ilyen torkot kaparó érzés, ami folyamatosan zavar, például adás közben mindig elkezdesz krákogni, akkor az nem igazán jó. Tehát egy zavaró érzés, akkor ez jó. Oké, okay, akkor most már csak a zavaró érzésben maradj benne, és felejtsük el a történetet, nincsen történet, nincsen más. Ugye a tétázásban minden belőlem indul ki, én vagyok az életem teremtője, tehát zavaró érzés a torokban, akkor abba menjél bele. Légy szíves, és mondd meg, hogy mi a mögöttes érzés, mi az a mögöttes érzés, ami itt van. Gombóc a torokban. Jó, és akkor megint nincsen történet, már csak gombóc van a torokban. Ha ott van az a gombóc, akkor van-e mögöttes érzés, vagy van-e valami üzenete? Nyelés. Oké, okay. Igen, és ez milyen érzéshez kapcsolódik? Nem jó, hogyha a slime a torokban, a gyomorba érkezik. Okay. Bocsánat, naturálisan, de ki kellett mondani. Teljesen jó, én viszont azt... itt hozzátehetem, hogy először is köszi, megint, hogy a nézők előtt, mindenki előtt ebbe beleérzel, másodszor pedig mindenkinek, aki egyetért és igent mond, a letöltések, elengedések mennek, tehát ez nagyon sok embernek a hozzájárulás, nagyon sok ember életéhez hozzájárulás, és mielőtt folytatjuk, elmondhatom neked, hogy többen jelezték, hogy a múltkori ásásunk után megszűnt a tériszonyuk, amikor a te tériszonyodon dolgoztunk, és ez annyira jó, annyira csodálatos, hogy egy emberrel való munka, vagy a maga levő munka akár, ugye nyertes-nyertes pozícióban vagyunk, hogy hány ember életéhez járul hozzá, és az tényleg jó, 10 percet mondjuk egy tériszonyt így el lehet tüntetni, de most vissza, tehát lemegy a slejm, akkor az milyen érzés? Nézd meg az érzést, légy szíves, maradjunk az érzésbe. A gyomorsav az már rendbe rakja, az ott helyre teszi. Tehát, hogyha lenyeltem, akkor ott az eliminálódik, akkor én most tudományosan fogalmaztam. Jó, de akkor köszönjük a nagyszerű gondolatokat, és az érzésekre van szükségünk, tehát itt, hogy az érzésekkel igen. dolgozik. Fókusz. Tehát tényleg nagyon jó. Tehát ott eltűnik. Várja vissza a gombóc a torokban. Milyen érzés? Tehát vissza, nekem ugye konzulensként az a dolgom, hogy visszahozzam a klienst, aki most te vagy, abba, hogy nagyon jó volt a gondolat, hogy az lenyelődik, meg bemegy a gyomorba, de most nem ez volt a kérdés, amit meg szeretnénk nézni, hanem hogy milyen érzést hoz neked az, hogy ott van egy gombocka.
Most már lenyeltem, és nincs ott. Most eltűnt? Eltűnt, tehát hogy lenyeltem, eltűnt onnan. Na most akkor erre hogy van a gombot? Még nem is oldottuk. De benn vagyunk a térbe folyamatosan, tehát igen. Miért nem lehet az, hogy ő cseréli magát? Hát, mert az lehet, mert az az elrendelés egyébként, csak hogy ezt nem mondom ki most, mert hogy nem egy rendes konzultációban ülünk, de egyébként, amikor megkérdezem, hogy rácsatlakozok, és ugye átadom az irányítást ennek a végtelen térnek, akkor ott van benne az is, hogy minden, ami kész van a változásra, automatikusan megtörténjen. És ez megkönnyíti egyébként magát az egész folyamatot. Tehát, hogyha most úgy érzed, hogy ez a gombóc a torokban ott eltűnt, az szuper. Az tényleg jó. Rá vagyok hangolódva erre a dologra, tehát sokkal több esélyem van, mint aki kívülről bejön az utcán, és nem, nincs ebbe a térbe benne, és én ennek köszönöm szerintem, hogy ez így van, és higgyétek el, kedves nézők, hogy működik, és soha nincs jó vége egy adásnak, mert mindig be kell fejezni. Tudod? Igen, de várjál, mondtad a... Tudom, hogy be kell fejezni, csak mondtad a háziasszonyoknak, vagyis az anyukáknak mondjuk, nem háziasszonyoknak, igen, mondjuk igen, el az influenzát. Az influenzát. Tehát most ugye tehát neked ugye elindult a feltétel nélkül szeretett erre, ugyan a fél információkat adtunk itt ebben a félásásban, de a feltétel nélkül szeretett fehér fény az ilyenkor átjárja az összes molekulát és az összes atomunkat, sejtünket, és ugye mindent lemos, amire nincs szükség, ami nem a feltétel nélkül szeretett, és nem mi vagyunk. Tehát ebből a szempontból még azt letölthetjük neked, ha akarod, hogy tudod, milyen érzés anélkül élni, hogy az influenza, illetve bármilyen maradványa jelen legyen a testedben, életedben, és akkor elképzeljük, hogy kicsatlakozunk az influenza csoport tudatosságból. Mondjuk én ezt közben vizualizálom, ez könnyű, mint hogyha most beszélnék csak, de nem csak dumálunk. Itt van az, amikor összekeverik az emberek a de jó beszélgetés helyett, ez egy elég komoly energetikai munka, ugye? És közben érzed az áramlás, tehát hogy aki érzi ezt a dolgot, az tudja, hogy zajlódnak a folyamatok. Tehát onnantól, hogy megengedtem és összetudtuk csatolni a teret, én folyamatosan éreztem, nem téged éreztelek, hanem igen, magát ezt az energiát folyamatosan áramlani, és ő végezte a dolgát, tehát hogy csak nyitottnak kell lenni. Igen, én a tanulja vagyok, és csak annyit az anyukáknak, hogy az anyukák is ugyanezt meg tudják csinálni, hogy becsatlakoznak ebbe a végtelen térbe, és elrendelik azt, hogy most kicsatlakozom az összes olyan ember félelmének a csoporttudatosságából, akik attól félnek, hogy influenzásak lesznek ők vagy a gyerekeik, akik már tapasztalják ezt, vagy akik félnek eleve a betegségektől. Illetve mondjuk a letöltés az, hogy elképzelem, hogy ebből a fehér fényből érkezik olyan energia, ami tudom, milyen érzés mondjuk ellenállni az influenza vírusnak, akkor tudom, milyen érzés érdemesnek lenni a szeretetre, hiszen az a mindenféle vírusfertőzés az érdemességről szól, tehát az érdemes vagyok, méltó vagyok a szeretet energiának a legmagasabb rezgésére. Ezeket letölthetjük? Mindenkinek, aki igent mond. Igen, és akkor mindenkinek trrr, lejött. Egyébként megkérdezted korábban azt, hogy mindenki megkapja ezeket a letöltéseket. Nos, aki nem áll teljesen készen a befogadására, annak megáll az energia valahol, és amikor kész lesz a teljes befogadására, megérkezik, illetve a saját szűrőink keresztül, amit beenged, az megérkezik, és nem lóverseny, tehát nem versenyfutás az idővel, ha most vagyok kész. Most, ha két perc van gombolc, kettő. Ami nem kívül, hanem belül van. Igen. És a szűrőm, én mindig úgy jellemzem, hogy amikor a torkom összeszorítom, akkor nem tud lejönni, de ha a szűrőimet kinyitom, akkor a teljes spektrum képes átöblíteni, vagy átmosni. Igen, az elrendelés azonnali, tehát én most elrendelem, hogy ez megtörténjen, kérem, kijelentem, most kinyilatkoztatom, mindegy, ahogy jól esik, és teremtő forrás, végtelen intelligencia, ahogy akarod. Tehát létrehozzuk energetikailag, és az, hogy az milyen gyorsan érkezik meg a fizikai valóságba, az a szűrőinktől függ. Ha képesek vagyunk, vagy vajon nem mondja, hogy legalább arra pár másodperccel, amíg ezt a gyógyítást elvégezzük, ami valójában nem gyógyítás, hanem tanúsítás. Ha erre képesek vagyunk, hogy teljes mértékben félreálljunk saját magunktól, az azonnal megérkezik. Ha interferenciában vagyok, akkor nem tud, mert én vagyok a magam akadálya. Egyébként hozzáteszem zárószónak, hogy az elvárásainkon tudunk a legtöbbet dolgozni. Hogy nekem az az elvárásom, hogy ennek működni kell. Amíg elvárás van, az elvárásom blokkol engem a működéstől. Ez a lényeg. Na, itt fogjuk kezdeni legközelebb, jó? Jó. Tehát, hogy tudom én megakadályozni a saját hozzáállásommal, a saját magamhoz való hozzáállásommal? Tehát, hogy csapom én be, mennyire merek őszinte lenni egy ilyen ásáskorra veled szembe? Nagyon jó kérdés. Kezdjük el innen, mert szerintem, hogyha ezen túl tud jutni bárki, akkor onnantól már kinyitotta az összes szűrőjét, és ez egy nagyon jó, hogy ide jutottunk, és köszönöm hogy nem engedted befejezni a műsort, mert ez volt a lényeg, hogy ide jussunk. Kedves nézőink, akkor tétatérben egy kicsit beszélgettünk, ásogattunk. Aki már ezzel a dologgal foglalkozik, annak csemege volt az összes mondat, amit elhangzott.
és remélem, hogy az influenza járvány most már nagyon sokatokra nem fog a hatása lenni. Én még valahogy belecsúsztam, de valamiért akartam én ezt magamnak, ezt a kis pihenést, erre is lehet ráfogni. Bizony, lehet, igen. A megállásra kényszerít. Megköszönöm megtisztelő figyelmeteket, köszönöm, hogy itt voltál, Szilvi. Én is köszönöm szépen. Rábeadásainkat a www.vntv.hu vagy a YouTube megosztóportjáin láthatjátok. Tétázunk tovább, viszontlátásra.